U organizaciji Hrvatske samouprave grada Harkanja od 2002. godine se održava Hrvatska večer koja svake godine okuplja mnoštvo zainteresiranih. Ova manifestacija okuplja Hrvate iz okolice Harkanja u cilju očuvanja hrvatskog identiteta i bogate hrvatske baštine. Hrvatska večer ove godine održana je zadnje subote listopada, 29. listopada. Kulturnom programu prethodilo je misno slavlje u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi koje je predvodio velečasni Slavko Kovačević uz suslužbu harkanskog dekana župnika Ladislava Ronte. Hát, ha jól tudom, ez a 20. mert azt hiszem a 19-re kimaradt, és hát ezt minden évben meg szoktuk rendezni, ilyenkor november végén, vagy november elején, vagy október végén szokott ez lenni. Hát és ez ilyen hagyományőrző, hogy minden évben ilyenkor van ez a horvát este. A programok azok általában horvát népdalok, néptáncok. Lesznek itt a Horvátországból a Belisi, az egy énekar, egy férfi énekar, akkor a szalántaiak azok táncolni, meg azt hiszem énekelni is fognak, csak tánc lesz. A kökények azok is táncolnak, és énekkar lesz a kátói, a harkányi vegyes kórus. Az iskolás gyerekek, harkányi iskolás gyerekek is szerepelnek. A mai horvát est éppen a 20. alkalommal rendezzük meg itt Harkányban, a Művöltési Házban. Éppen a bevezető szövegemben, a köszöntő szövegemben említést is fogok tenni erről. 2001-ben alakult a horvát önkormányzat itt Harkányban, és a következő év őszén rendeztük meg az első horvát estünket, amellyel az volt a célunk, hogy a környékbeli horvát település horvátjait legalább egyszer egy évbe össze tudjuk gyűjteni, megmutatva egymásnak a hagyományainkat, az énekeinket és a táncaikat, nem utolsó sorban gyakorolhassuk a nyelvünket azokkal a régi ismerősökkel, akikkel talán már régebben nem találkoztunk, és ez az az alkalom, amikor mindig lehetőség volt erre. A mai program 5 órakor kezdődött a horvát nyelvű szentmisével, amelyet a határon túli Slavka Esperes plébános úr tartott. A misét az Águs Séna énekkar énekelte. A vendégek ezután fél hétre átjöttek a Művelődési Házba, és itt már várják a csoportokat és a csoportok fellépését. A Harkányban, az általános iskolában nagyon sokáig volt horvát nyelvű oktatás, most már csak szakkörként működik, de a horvát táncokat a néptánc órán a gyerekeink tanulják. Így hát az első műsorszámunk a horvát táncokról fog szólni, amelyet az iskolások mutatnak be. Majd kátói énekkar a kórusa fog énekelni, a szalántai táncegyüttes, a kökényi táncegyüttes, mi vendéglátunk, és nem utolsó sorban Horvátországról, Beliscséről, Belami férfi kórus fog vendég szerepelni nálunk. A műsor befejezése után pedig a Podravka zenekar tart táncázat teljesen éjfélig. Misu je pjevao ženski pjevački zbor Agu Šenua uz orgujašku pratnju Anice Posavac. Nakon mise slijedio je kulturni program u mjesnom domu kulture Jožef Kiš. U kulturnom programu nastupilo je muško pjevačko društvo Belami iz Belišća pod ravnanjem Aleksandre Čeliković, Kud Marica iz Salante, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, pjevački zbor Karašica iz Katoja, učenici Harkanske škole i mješoviti pjevački zbor iz Harkanja. Hrvatski bal i plesačnicu usvirao je Martinački orkestar Podravka. A Marica Kulturális Egyesülettel érkeztem, és bosnyák táncokat fogunk előadni. 3 éves korom óta táncolok, az óvodában kezdtem, és nagy részben a családom és édesanyám miatt kezdtem táncolni. Igen, ez a saját népviseletem, és horvát leszármazottaim vannak a családban, anyukám részéről. A kátói Karašica kórus, a Karašica ugye a közelében, a falu közelében folyó kis vízfolyás, amely tulajdonképpen összeköti Magyarországot és Horvátországot. A kórus 14 éve alakult, német, magyar és horvát dalokat énekelnek.
Én most az utóbbi időben főként horvát dalokat hozok a falu múltjából, tehát megkeresem azokat az adatközlőket, illetve a saját gyűjtéseimből is válogatok olyan dalokat, amiket visszahozunk egy kicsit a forgalomba. És így akkor ezen kívül persze szélesebb értelemben is, tehát a mai Baranya területéről énekelünk legtöbbet, és esetenként Horvátország területéről. A mai nap egy új összeállítással készülünk. Az első két dal a baranyai népszokásról szól, ami régen volt, a szőlőőrzés szokása, ahol főként lányok vigyáztak a szőlőre, de ha ott van a szőlő, ott vannak a lányok, ott vannak a fiúk is, úgyhogy tehát ez a szőlőőrzés gyakorlatilag egy ilyen szép népszokás, aminek a dalaiból mutatunk kettőt. Utána következik egy olyan dal, ami az édesanyának az aggódalma, az aggódása a leány iránt, mert hogy a szép ívó táncol a kólóban, és a leány szeretne táncolni, viszont az édesanyja aggódik, mert úgy érzi, úgy gondolja, hogy ez a szép ívó nem lesz hozzávaló, és hogy majd a végén sírni fog. Erről szól a harmadik dal, és a negyedik dal egy különlegesség olyan értelemben, hogy szinte mindenki ismeri Baranyában a Veszelája és Akadia, Vidám a sokac ember, a sokac nép című dalt, és hát ez ugyanaz a dal, de egy olyan változata, ahogyan régen a dudások játszották, a dudások, akik tulajdonképpen a régi zenészeink voltak, akkor még nem zenekarok voltak, nem tambura zenekarok és hegedűsök vagy harmonikások, hanem egy dudást tudta szórakoztatni a közösséget, és ez a Veszelá és Akadia úgy fog megszólalni, ahogyan az a dudás játszott, csak én a harmonikán utánzom majd a duda hangjait.